Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnep az államalapítás és az államalapító Első István király emlékére. A nap egyben a Magyar Katolikus Egyház egyik Magyarország fővédőszentjének tiszteletére tartott fő ünnepe. Hogy milyen programokkal várják a szervezők önöket, arról Sótiné Szatmári Dóra ad tájékoztatást. Köszöntöm nézőnket, Sótiné Szatmári Dórával, a Délini Kulturális Központ vezetőjével a Szent István napi programokról beszélgetünk. Mikor is indulnak a programok és mivel? Augusztus 19-én indulnak a programok. 9 óra 30 perckor lesz az országzászló felvonása, majd azt követően az ünnepi önkormányzati ülés a Városházán. Délután pedig a katolikus templomban lesz az ünnepi szentmise és körmenet. Ez egy ünnepi alkalom lesz, hiszen 250 éve telepítették be Karcagra a katolikus családokat, és 120 éves a jelenlegi katolikus templom, úgyhogy ez ennek a tiszteletére lesz. 20-án a program az egy picit másként lesz, mint ahogy korábbi években megszokhattuk, hiszen délelőtt lesz a mezőgazdasági gépek felvonulása, illetve a gépmustra. 9 órakor fog kezdődni. Innen a főtérről, Dériné előtti térről indulnak majd a gépek, tesznek egy kört a városban, ahogy a hirdetésekben is lehet látni, és aztán ismét visszatérnek ugyanerre a helyszínre. Amíg ők felvonulnak, addig a templomkertben lesz családi program. Langaléta garabonciások adják elő gólyalábon a vásári komédiájukat, és ezt követően pedig a Városháza előtti téren a kenyérszentelés, kenyéráldás ünnepe lesz, hiszen a Magyarok Kenyere program, 15 millió búzaszem program helyszínei most városunk voltak, illetve még lesznek itt 20-án, és ez a kenyér ünnep tulajdonképpen, ami itt a Városháza előtti téren kerül megrendezésre. Még a templomkertben lesz egy ilyen néptánc forgatag. Flashmobra várjuk azokat, akik szeretnének egy kicsit táncolni, hiszen azért itt a vírus befolyásolta a mi életünket is, hiszen a néptáncosok, azok, akik nagyon szeretik a néptáncot, picit háttérbe voltak szorulva, hiszen nem próbálhattak, nem lehettek előadások, úgyhogy most ennek próbálunk egy kicsit helyet adni, úgyhogy ott majd a templomkertben várjuk egy rövid kis flashmobra a táncolni vágyókat, hogy fel lehet venni a szép néptáncos ruhákat, amik otthon vannak a szekrényben, és akár úgy is ki lehet jönni. Aztán a programban lesz egy pici szünet, technikai átállás lesz, hiszen már most hagyományvárosunkban, hogy augusztus 20-án a Szolnoki Szimfonikus Zenekar érkezik a városba, és nagyon, nagyon jó hangulatú koncerteket szoktak adni. Ebben az évben is így lesz. A Városháza előtti teret rendezzük be a Szimfonikus Zenekarnak, és ott filmzenékből látunk majd részletet, ezt kivetítéssel színesítik, illetve 50 perc alatt a föld körül ez a műsor címe. Tehát egy nagyon-nagyon szép koncertre és jó hangulatú koncertre várjuk az érdeklődőket. Ezt követően pedig egy retro videódiszkó lesz az, ami a bízunk benne, hogy sok mindenkinek elnyeri majd a tetszését. 21-én is folytatódik tovább a háromnapos programsorozat. 21-én már sportrendezvények lesznek, illetve majd koncert lesz este az ifjúsági házban. A sportcsarnokban asztali tenisz verseny lesz, illetve kint a Kosárligetben streetball bajnokság, amire még várjuk a jelentkezőket, 17-éig lehet jelentkezni, úgyhogy várjuk a csapatok jelentkezését. És a 21. este az egy rockfesztivállal zárul, ez a második karcagi rockfesztivál nevet viseli, négy zenekar
fog fellépni, úgyhogy hát a rockzene kedvelői is már igen-igen érdeklődnek iránta, úgyhogy bízunk benne, hogy itt is sokan leszünk. Akkor ezek voltak a Szent István napi programok, amelyre sok mindenkit várnak a szervezők, de úgy tudom, hogy készülünk egy szeptemberi nagyobb rendezvényre is. Igen, szeptember 25-én kerül megrendezésre a Városnapja program. Bízunk benne, hogy a járványügyi korlátozások, illetve a vírus engedi majd, hogy ez megrendezésre kerüljön abban a formában, ahogy szeretnénk, hiszen koncertekkel, utcabállal, tűzijátékkal, családi és sportprogramokkal várunk majd minden kedves kilátogatót itt a város főterén. A Birkafőző Fesztivál nagy színpadához hasonlóan ugyanígy itt a Madarasi út, Kossuth tér, Kálvin út kereszteződésében lesz fölállítva a színpadunk, és az esti sztárvendég pedig a Kovalszki meg a Vega együttes lesz, úgyhogy már nagy erőkkel készülünk erre a rendezvényre.